Operetre táncol a Mura Dance, amelynek sok színűségéről árulkodik, hogy a találkozóra egy country koreográfiával is készültek a tagok. A csoport a Mura Keresztúri Közművelődési Egyesületen belül működik, így rendszeres résztvevője a település eseményeinek. Az itt fellépő többi csoporttal is már többször felléptünk, tehát nagyon jó a kapcsolatunk velük, és nagyon fontos szerintem az is, hogy a faluból minél többen eljöjjenek. A rendezvényen az Irényi Miklós Általános Iskola tanulói és tambura zenekara is bemutatkozott horvát népdalokkal és slágerekkel. Nem vagyok tűznyelő, inkább a bort nyelni, ha halóta van benne, akkor énekelni. A kulturális kavalkád egyben nemzetiségek találkozója is volt. Szlovéniából két vendég is érkezett, a Csekely József vezette Mura vidéki nótázók, valamint a Kapcai József Attila népdalkör. Horvátországot egy nagy múltú művészeti együttes képviselte. Mindig örülünk, amikor a muramenti településekre, így például Fityeházára, Murakeresztúrra, Molnáriba és Tótszerdahelyre hívnak minket. Ezeken az alkalmakon mindig nagy szeretettel veszünk részt. Az együttes 25 évvel ezelőtt alakult, és csaknem 80 énekesével, táncosával és zenekari tagjával ápolja a muramenti hagyományokat. Örülünk, hogy első alkalommal itt lehetnek közöttünk, és már a jó kapcsolat részeként 6. hónapban már meghívást is kaptunk vissza. Ennek külön örülünk, tehát az élő kapcsolat elindult, és folytatása lesz. A Murakeresztúri Közművelődési Egyesület 4. alkalommal rendezte meg a találkozót a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával.